Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a halak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Amire még felhívnám a figyelmeteket, hogy vannak új videóim a csatornámon, ennek a címe Kozmikus Üzenetek. Ezek a videók nem naponta jelennek meg, hanem akkor, ha valami fontos történik. Én bepillantok a napi horoszkópba az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, és ha észreveszem azt, hogy történik valami fontos, amit közölnöm kellene, akkor erről készítek egy videót, ami látható egy nappal előtte. Tehát, ha megnézed a felvételt, akkor tudod, hogy holnap mi fog történni, mire kellene odafigyelni. Ajánlanám számotokra ezeket a videókat. És most megnézzük, hogy mi történik decemberben a halak jegyében születetteknél. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy jelentheti a lelki társadat. A fejetek fölött lévő képek jelentik a gondolatokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a kártyák erre utalnak. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. De ott vannak az egerek. És úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Néha úgy érzed magad, és így gondolod a dolgokat, hiszen itt a gondolatokról van szó, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. Vagy vannak félelmek, hogy valamit vagy valakit elveszítesz. De odafigyelsz a gondolataidra, és itt lesz egy gyógyító erő, hiszen a fa jelenti a gyógyulást is, és egy szerencsés fordulat. Tehát változik valami a gondolataidban, vagy a terveidben. Legyen meg a bizalom, hiszen itt látható a változás, egy szerencsés fordulat. A férfi feje fölött ezek a képek láthatóak. Itt az ostor azt jelenti, hogy valami fáj, valaki megbántotta őt, vagy ő bántott meg téged, és ez foglalkoztatja a gondolataiban, hiszen ezt megbánta. Itt nem csak kettőtökről van szó, hanem vannak problémák a munkahelyen is, hiszen ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást. De ami kettőtöket illet, ezek a félreértések elmúlnak, hiszen az egerek egy vonalban vannak az ostorral, és eltávolítják ezeket a félreértéseket. Ami viszont a munkát illeti, ott még ott vannak a kövek, tehát nem érzi jól magát a munkahelyen, lehet, hogy valaki hátráltatja őt, vagy megbántotta őt, de szerencséje lesz, hiszen a csillagok szerencsét hoznak, így gondolja ő is, és itt lesznek kapcsolatok, vagy szerződések. Amit itt a fa jelent, az egészségügyi terület, lehet, hogy ezen a helyen dolgozik, vagy az is lehet, hogy annyira rosszul érzi magát a munkahelyen, hogy betegállományba akar menni. De majd meg lesznek a szerződések, lesz könnyűség, úgyhogy rendezni fogja a dolgokat.
Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban, ami kihat rád. Itt szerelemről van szó, a virágcsokor jelenti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy meglepetést, egy ajándékot, vagy egy meghívást, és itt lesz egy szerencsés fordulat. Te az egerekkel is egy vonalban, vagy valamit szeretnél lezárni. Szeretnéd, ha az egerek segítenének ebben, hogy eltüntessenek bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat. Itt ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy. Ez a kép jelenti a nyilvánosságot, a kutya, a barátságokat. Lehet, hogy találkozol valakivel a nyilvánosságon, egy baráttal, vagy egy barátnővel. Azt is jelenthetik a képek, hogy itt a baráti körben megkapod az elismerést, mások észrevesznek téged, ott vagy a nyilvánosságon. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. Itt munkáról van szó, lesz szerencse, ez a kártya utalhat a spirituális területekre is, és itt a gyermekek, vagy a gyermekekre, vagy a gyermekekkel dolgozik, vagy a gyermekek jelenthetnek egy új kezdetet. Amit a horgony még szimbolizál, az egy stabil helyzet, ahol ő le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, szüksége van a kaszára, hiszen a kasza segít abban, hogy elvágja, eltávolítsa a köveket, a nehézségeket, és elvágja vagy eltávolítsa a felhőt, ami jelent olyan dolgokat, ami átláthatatlan. Tehát cselekedni fog. Keresi a kapcsolatokat, vagy szeretne egy szerződést. Itt látható a szerencse, a szerződés, újra a szerződés és az anyagiak. Ez is foglalkoztatja őt, és szeretné elfoglalni a helyét az életbe, a nyilvánosságon, hogy mások észrevegyék őt. Itt megvan a kisugárzása, úgyhogy ebben is szerencséje lesz. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Itt valami fáj neki, vagy megsértődött. Ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják ezt a korbácsot, és akkor kisüt a nap, kiderül az igazság, megvan a vonzalom kettőtök között. És most megnézzük azt, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét, december hónapban itt látható. A kövek jelentik a nehézségeket. Ez lezárul, hiszen a koporsó ezt le tudja zárni. A koporsó lehet egy örökösödési ügy is, ahol még vannak nehézségek vagy veszteség, hiszen az egerek el tudnak valamit távolítani. De lesz egy szerencsés fordulat. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok, hiszen a fa jelenti a gyógyító erőt, és itt látható a szerencse. Bizonyos dolgok úgy fognak történni, amikor nem is számítasz rám, tehát lesz egy meglepetés, és itt a sors utatok kereszteződik. Vagy a hirtelen döntéseket kell hozni, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Az egerek tudnak segíteni, például, ha betegségről van szó, hiszen a fa jelent egészségügyi témákat is, akkor az egerek el tudják távolítani a betegséget. És akkor itt van a szerencse, egy szerencsés fordulat. Második hét december hónapban itt látható. Vedd kezedbe a kulcsot, légy magabiztos. Itt le tudsz zárni bizonyos dolgokat, ami eddig megbántott téged. És egy időben kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, tehát javul a helyzet.
itt meg lesz egy stabil párkapcsolat. Itt van a kapcsolat, a stabil helyzet. A horgony lehet munka vagy hivatás, akkor a gyűrűk jelentenek bizonyos szerződéseket. Akkor is, ha valami még átláthatatlannak tűnik, és nem tudod, hogy milyen irányba lesz a mozgás, ez a kasza elvágja a felhőt, és itt, ha akadályok vannak, különösen ami a mozgást illeti, akkor a koporsó ezt le tudja zárni. Légy azért kicsit türelmes, amíg tisztázódnak a dolgok, nem szabad elsietni az eseményeket. Harmadik hét, december hónapban itt látható lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, itt vannak a barátok, sőt ez a férfi is látható itt. Itt van a remény, külföldi kapcsolatok, utazások, vagy egy meghívás. Itt van a kommunikáció, lesz egy hír, de azért a háttérben van valaki, aki figyelget téged. Az is lehet, hogy ez a torony egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, ahol látható a hamisság. Különösen, amikor egy iratról van szó, mert itt valami átláthatatlan, tehát ezeket át kell vizsgálni. Utolsó hét, december hónapban itt látható a szerelem, egy stabil párkapcsolat, vagy itt ki tudtok együtt építeni valamit. Itt vannak a lehetőségek, hiszen kinyílik ez a kapu. A gyermekek jelentetik az ártatlanságot, a fiatalos kisugárzást, vagy a gyermekeket, de jelentenek egy új kezdetet is. És tudjátok, hogy hogyan tovább, milyen irányba, hiszen a nap megvilágítja az élet utakat, itt a hold jelenti az anyai érzelmeket, sőt, ez lehet egy kisgyermek születése is. Amit a hold még jelent, ezek a vágyak, az álmok, az elképzelések, itt vannak az értékek, vagy a halak jelenthetik a pénzügyi dolgokat is. Itt előre folyamodnak az események, kitisztul valami, de azért légy kicsit óvatos, mert itt valaki figyelgeti a te anyagi helyzetedet. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!